Sziasztok, Dávid és Roli vagyunk a Sneakerbox-tól, és itt vagyunk a Converse XD-en. Ha nem tudjátok, mi ez a Converse X, akkor semmi gáz. Tulajdonképpen ez egy olyan titkos rendezvény, amiről csak a meghívottak tudnak, de ha velünk maradtok, akkor megmutatjuk, hogy milyen egy ilyen event. Maga a rendezvény helyszíne az a Brody House, és az egész épületnek egyébként a művészet a fő motivuma. Lent van egy bár, fent vannak hotelszobák, különböző művészeknek a műveivel, és itt, ahol mi vagyunk, a Brody Studiosban pedig egy művészeknek tervezett kiállítóterem van. És itt van maga a Converse X rendezvény is, aminek az alapsztoria az, hogy szerte a világban, egyre több városban a Converse felkeres ilyen helyi fiatalokat, és felkorolja őket egy ilyen Converse X community-be, aminek az a célja, hogy együtt alkossanak egész éven át, és idén 5 fő témakör van, amiben így együtt alkotnak, a zene, a művészet, a design, a fenntarthatóság és a sport, és mindegyik ilyen 5 témának van egy ilyen kihelyezett kis táblája, amire fel tudtak jelentkezni a résztvevők, amire feljelentkeztek, majd az év során azokban a programokban tudnak részt venni, de itt helyszínen is már megmutatkozik ez, például a nagy közönség kedvenc az, hogy ki van rakva rengeteg Converse sziluettnek a körvonala, és mindenki tudja színezgetni és megtervezni a saját cipőjét, amit utána kihelyeznek a falra, de van például itt mögöttünk az ajtón túl egy graffiti fal, és még egy csomó érdekesség van, mindenki tud fotózkodni, profi fotóssal, jó Insta content készüljön nekik, szóval tényleg ez egy ilyen jó kis közösségépítő workshop is, egy ilyen éves program a Converse részéről is, ahogy már mondtam, egyszerre történik ez az egész világban, akár Új-Zélandon, akár itt Budapesten, akár Chilében, Amerikában, vagy mindenhol. A legnagyobb meglepetés volt a meghívottak számára, és valószínűleg ennek örültek a legjobban, hogy mindenki kapott egy személyre szóló Converse cipőt, amiben bele van gravírozva a saját Insta nevük. Be is nyújtunk 2, a lányok fehér színű, a fiúk pedig ilyen fekete színű, csak 70-es magasszárú tornacipőket kaptak, amiben ide van belegravírozva mindenkinek az Instagram neve. És egyébként a Converse Brand Manager elmondta, hogy a Converse azért adja ezeket a cipőket a fiataloknak, hogy ők bemutathassák, hogy egy év alatt mire képesek egy ilyen tornacipővel. Tehát én a fehérnek tudni neki estem volna filccel, és valami menőt varázsolok belőle, kicsit custom dizájnom. Én szerintem a feketének is neki estem volna, nyilván nem filccel, nem látszott volna meg rajta semmi, de tudni, hogy elkezdtem volna vagy megkoptatni, vagy kicsit megvalósítani, hogy még jobban custom legyen maga a cipő.
Szóval ez volt a Converse Sex Day. Egyébként szerintem tök király a Converse részéről, hogy így összefogja a fiatalokat, és próbál valamit kihozni ebből a communityből. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommentben pedig mondjátok el, nektek milyen Converse cipőitek vannak, vagy melyik a kedvenc Converse cipőtök, és ha még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornánkra, akkor ezt tegyétek még most, és kövessetek minket Instán és Facebookon is. Sziasztok! Sziasztok.